Lényegesen megváltoztak a jogosultsági feltételei az uniós lakossági napelemes pályázatnak. A végleges szabályrendszert hétfőn tették közzé, ez szerint a pályázatba kétfajta, pluszpontot érő feltételt is beépítettek. Sok az számít az ingatlan földrajzi helye, illetve a család gyermekeinek száma is. Ezáltal sokkal inkább erősödik a pályázat szociális jellege. Lényeges változás az is, hogy a végleges szabályrendszerben nem a fejlesztendő ingatlanba állandó lakcímmel bejelentettek, hanem a résztulajdonnal rendelkezők számából nézik az egyfőre első jövedelmet, és a nyugdíjat is beleszámítják. Egy gyermek után plusz két, kettő esetében plusz három, három vagy annál több gyermeknél pedig plusz négy pont jár. A pályázat rászorultsági jellegét erősíti a mintegy bruttó 5 millió forintos egyfőre jutó jövedelmi korlát, valamint az is, hogy annál több plusz pont jár, minél inkább hátrányos helyzeti térségben történne az ingatlan fejlesztése. Azok, akiknek házán a nyílászárok fele korszerűnek minősül, nem jogosultak pályázni. Így az uniós helyreállítási alapból származó pályázati forrásból elsősorban a fokozottan rászoruló, csak erővel rendelkező, nehéz régióbeli ingatlan tulajdonos családok kaphatnak, 100%-nyi vissza nem térítendő támogatást, nem pedig azok, akik egyébként is meg tudnák oldani az energetikai korszerűsítést.